Nagy sikerrel zárult a Savaria Szimfonikus Zenekar idei évadja. A tavalyi évhez képest 12%-kal nőtt az eladott bérletek száma, a Bartók terem kihasználtsága pedig 98%-os volt a szimfónia bérlet előadásain. Számolt be a legfontosabb eredményekről Mérei Tamás, a zenekar vezetője. A következő évadban 20 előadást kínálnak. Opera bérlet, kamarazene bérlet és szimfónia bérlet megmarad, mellé viszont csatlakozik óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló kifejezett gyermekbérletünk, mert hogy az ifjúságnak egyébként a Filharmónia szervezésében már jelen van a szombathelyi programban. Tehát 4 bérlet lesz. Szombathelyre jön Rost Andrea, és vezényel majd Juré Szimonovics egy orosz est keretében. A jövőben negyedévente jelenik meg a Szimfonikusok magazinja. A könnyed hangvételű lap új oldaláról mutatja be a közösséget, és ingyen juthatnak hozzá a zenebarátok. Mérei Tamás szólt arról is, hogy megújult a hivatalos honlapjuk, a zenekar tagjai és bérletesei pedig az országban egyedülálló kártya birtokosai lesznek, amelyel kedvezményben részesülnek a partner cégeknél. Az Ézeumi szabadtéri játékokon az Aidát és a Jézus Krisztus szupersztárt láthatja és hallhatja majd a közönség. A program pénzügyi feltételei is adottak. Boldogok vagyunk a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán, épp a héten hirdették a végeredményt, 10 millió forintot nyertünk az Ízomi szabadtéri játékok megvalósítására, és ugyanez az összeghez tegnap a Szombathelyi Város Közgyűlés is 15 millió forintot megszavazott, amelyért szintén rendkívül hálásak vagyunk. Ézeumi szabadtéri játékok záró produkciójára az augusztus 10-i Vásári 80 hangversenyre Ramon Vargas világhírű tenor is elfogadta a zenekar meghívását.